Látványos és színes kiállítást nyitottak meg egyetemünk új épületében, a Tanulógalérián. Ez alkalommal az Ugodi Általános Iskola diákjai mutathatták meg tehetségüket és kreativitásukat. A megjelenteket Pór Zoltán, egyetemi docens köszöntötte. Elmondta, nagy öröm számára, hogy ilyen nagy távolságból is érkeztek a kiállítók. Borbély Lajos is köszöntötte a jelenlevőket, aki egy idézettel nyitott. Az a tudás a hasznosabb, amelynek a gyümölcse jobban áttatható a köznek, és éppen úgy ellenkező esetben kevésbé hasznos az, amelyik kevésbé adható át. A festészet gyümölcse a világ mindenség valamennyi generációjának átadható, mivel a látás érzékszervétől függ. És ezt nem mondta más, mint Leonardo da Vinci. Őt követően az általános iskola növendékei adtak kisebb műsort. Volt, aki felolvasott, furulyázott, többen pedig csoportos néptánc produkciójukkal szórakoztatták a közönséget. Arról, hogy vajon hogy is kerültek ide az ugodiak, Lukács Katalin, az iskola rajztanára beszélt. Az egyik kolléganőnk itt tanul levelező szakon, és a Pór Zoltán docens tanárul tanítja, és hírünk ment, hogy milyen ügyes gyerekeink vannak kiállításokon, versenyeken. A Zoltán pedig tudomásunkra juttatta, hogy itt pedig ilyen kiállítási lehetőség van. A kiállítás különlegessége, hogy szobrokat is láthattak az érdeklődők, amire eddig még nem volt példa, de emellett papírból készült és festett kreációk is fogadták a látogatókat. A megnyitó után a jelenlevők csodálkozó tekintetekkel méregették a színes alkotásokat.